Hello und welcome! Közeledünk a 2000 feliratkozóhoz, és ezért arra gondoltam, hogy bemutatom nektek azt a hat könyvet, amit, ami kifakad az én lelkemből, és muszáj, hogy beszéljek róluk. Mind a hatról azt gondolom, hogy kötelező lenne elolvasni mindenkinek. Mindenkinek el kell olvasnia. Tehát ez a hat könyv van itt most a kezemben, és tudom, hogy egyszerre most így nagyon soknak tűnik, Hat ilyen mélységű könyvet elolvasni, de, de hát még rengeteg idő van az év végéig, úgyhogy talán december 31-ig neked is sikerülhet. Ebből a hat könyvből az első, amit most itt megfogtam, és, és hát megfogni is, megfogni is teljes áhítattal tölti el az én lelkemet. Biztos, hogy hallottál már róla, mert egy igazi orosz klasszikusról van szó. Egy olyan orosz klasszikusról, amit világszerte mindenki olvas és mindenki csodákat mond róla, Szergej Vladimirovics Moszkvics kötetéről van szó, amelynek az a címe, hogy a három Karamazov nővér nehéz lesz, spoilermentesen beszélnem róla, de hát talán annyi a lényeg, hogy Olga, Iv Olga Ivanovna, aki egy egyszerű kis színésznő, Bele szeret az ünnepelt, és nagyon sikeres, és nagyon-nagyon-nagyon Anton Antonovics Antipovba. Mint mondtam, Olga szerelmes Antonba. De Anton egészen másba szeret bele. Antonnak Ludmilla az ő álmai netovábbja, az, az a hölgy, aki, aki, akiért lehozná a csillagokat. Meg a napot is. Sőt, még tejet is hozna neki a sarki közértből ha Ludmilla erre megkérni. De Ludmilla nem kéri meg, Ludmilla nem foglalkozik a szerelemmel számára, a szerelem egy nem létező dolog. Ez a 890 oldalas kötet az összes mélységével és áhítatos, csodálatos sorával arról szól, hogy Olga Ivanovna ül az ablakban, és ábrándozik Anton Antonovics Antipovról. Én azt gondolom, hogy ekkora hatást egyetlen regényel sem lehet elérni. Szergej Antonovics, Moszkvics, Vladimirovicsnak pedig sikerült. A mai napig él ez a kötet. Mozog a kezemben ez a kötet. És ahogy elolvasom, én is odavágyom Moszkvába. És arra vágyom, hogy én is szamovárból igyam a teát, amit ők egészen máshogy neveznek. Szóval az első kötet, amit uh, szeretnék így mindenkinek tiszta szívből ajánlani, még egyszer az Szergely Vladimirovics Moszkvics a három Karamazov nővér című kötete. Uh, igen, hárman vannak a nővérek. Igazi, igazi orosz nevek, nehéz is lesz ezeket az orosz neveket olvasni, meg majd elraktározni a tudatalattinkban, hiszen az egyiküket Emilynek hívják, a másikat charlotte a harmadikat Ennek, a negyediküket pedig lucy és ott van még az ötödik kis Karamazov nővér is, a Rózi. Szóval, szóval megrázó ez a mai napig. Én azt hiszem, hogy ilyen 6 vagy 7 éves voltam, amikor először a kezembe nyomták ezt a 890 oldalas kötetet, és már akkor annyira megrázott, hogy, hogy azóta is minden hónapban újra elolvasom, és ezt tudom neked is ajánlani nagy szeretettel. A második könyv, amiről szeretnék itt neked néhány szót mondani. Tudom, most nagyon divatosak ezek a skandináv regények, és ez, ami most itt a kezemben van, ez különösen kiemelkedik az összes skandináv regény közül, hiszen, hiszen egy csoda. Egy igazi csoda, amiről beszélünk. Egy izlandi szerző nőről van szó, akit úgy hívnak, hogy Birgit Carlson. És a, a regény címe tulajdonképpen nem árul el semmit a történetről. Az a címe, hogy Hanna áll a szélben. És arról szól, hogy egy reggel Hanna, Izlandon vagyunk, tehát kimegy a rétre, és ott áll a szélben. Ugye ez, ez olyan, olyan, erős képekkel uh, mutatja meg Birgit Carson ezt, ezt, a, ezt, a, jelenetet, hogy mi, mi vezet odáig, hogy Hanna reggel felkel, kell, iszik egy kis kecsketejet, megfejli a birkákat, majd kiáll a szélbe. Oldalakon keresztül olvashat, hogy egészen megrázó, egészen megrázó jelenetek, ahogy Hanna áll a szélben és fújja a haját a szél, meg a ruháját, és, és, szabályosan ott vagy, és érzed, hogy, hogy Hannának lúdbőrzik a hideg széltől a keze, és a tiéd is fog. Előtte kapcsolod be a fűtést, mielőtt elkezded olvasni. A regénynek az a csúcs jelenete, amikor Hanna áll a szélben, és elfutnak előtte a lovak. Három vagy négy ló. És ahogy a lovak elfutnak a szélben, a sörényük lobog a szélben ugye eg egészen megrázó ez a kép. Egészen megrázó, Ez kérem szép irodalom a javából. Mindig is rajongtam az izlandi szerzőkért, mert, mert csodálatos, ahogy írnak. Csodálatos, ahogy írnak. Már össze is csomagoltam a bőröndömet, és ha minden az, akkor még ma költözhetek Izlandra, mert muszáj átélnem, hogy ahogy Hanna, ahogy Hanna áll a szélben, ezt muszáj átélnem, hogy én is állok a szélben, izlandon. És abban bízom, hogy hogy előbb-utóbb előttem is elfutnak majd a lovak, és láthatom, ahogy a sörényük lobog a szélben. Drukkoljatok, hogy ez ez a csodálatos élménye számomra is átélhető legyen. Tehát még egyszer, Birgit Carlson, Hanna áll a szélben című kötetéről beszéltem, Sokszor olvasós, sokszor olvasós, mindig találok benne valamit, ami, a, amire így rácsodálkozom, hogy hát, hogy hanna, hogy ez a hanna, ez reggel kiáll a szélbe, és ott áll. Egészen el elképesztő. Na jó, mielőtt meghatódom, egy kicsit könnyedebb történet, megint egy női szerzőről, van szó, és ez a kötet ez nem nemrég került csak hozzám, de már nagyon vártam rá, hiszen mindenki erről beszél. Amanda Smolkis a szerző, és ez egy New York Times bestseller kötet. Nem csodálom, nem csodálom, hogy bestseller lett, mert merekészen elképesztő, egészen újszerű, annak ellenére is, hogy szórakoztató irodalomnak minősül, de hát olyan mélységei vannak, hogy csakna. Tehát Amanda Smolkis Megszakad a szív című regénye van a kezemben, és uh, nehéz róla beszélnem, annyira jó volt, és ez egy nagyon friss olvasási élmény még nekem, de biztos, hogy még ma újra olvasom, miközben utazom Izlandra. Szóval Amanda Smallkiss Megszakad a szív című regényének igazából két, kettő, vagyis kettő szereplője van, vagy két főszereplője van. Jenny és Abigail Jenny egy, egy hölgy, aki minden reggel felszáll a New Yorki metróra, és utazik, mert hogy dolgozni jár. Egy bankban dolgozik, és ott bankpénztáros, aki, aki, pénzzel foglalkozik, és emberekkel találkozik az ő munkája során, akik pénzt szeretnének kifizetni, vagy felvenni. Már, már ez, a, ez az alaptörténet annyira izgalmas, hogy, én nem is értem, hogy ez eddig miért nem jutott eszébe senkinek. Szóval ezen a New Yorki metrón egyik reggel mellé ül egy idősebb hölgy, akiről hamar kiderül, hogy Ebigél az ő neve. És ez az egész regény arról szól, hogy Jenny és Ebigél beszélgetnék a New Yorki metrón. Nincs más helyszín, csak a New Yorki metró. És van benne egy egészen hosszú fejezet, ami. Ami, ami igazából egy monológ, ebigél monológia arról, hogy régen az időjárás is jobb volt. Költészet. Szóval annyira szépen meséli el ebigél, Amanda Small keresztül, vagy Amanda Smolkis Abigail-en keresztül, hogy régen, amikor esett az eső, akkor az emberek nedvesek lettek az utcán. Hogy, hogy akkor még nem volt szégyen elővenni egy esernyőt. Hogy pocsolyák voltak a járdák szélén. New Yorkról beszélünk, ember, New Yorkról. Az egészen elképesztő, megszakad a szív, ez, ez a regény címe, és, és ha elolvasod, akkor készül rá, hogy hát hogy a te szíved is azért megdobban, meg-meg-megdobban majd, ahogy Jenny és Ebigél, ez a két elképesztő női karakter. Ott ülnek a New Yorki metrón minden reggel, egy éven keresztül minden reggel ülnek a metrón. Mint mondtam, Jenny dolgozni megy. Az nem tettük, hogy Ebigél miért ül a metrón, de láttam már, hogy készül a második rész, úgyhogy talán abból kiderül. És megmelengette a lelkemet, hogy olvastam, hogy film is készül ebből a csodálatos regényből, amiben két Winslet és Meryl Streep lesznek majd a főszereplők, alig várom. Alig várom ezt a jelenetet, amikor Meryl Streep 18 kötője, 22 percben arról beszél, hogy régen az időjárás. Mennyivel jobb volt? Azt gondolom, hogy most, hogy megjelent már végre Magyarországon is, nem csak New York Times bestseller lesz, hanem, hanem Magyarországon is igazi bestseller lesz ez a kötet, mert tudom, hogy mindenki ezt akarja majd olvasni, és alig várja, hogy megjelenjen a második kötet. Tehát az a címe, hogy Megszakad a szír, és Amanda Smolkis írta. Bízom benne, hogy Amanda Smolkis jövőre itt lesz, vagy a könyvhéten, vagy a könyvfesztiválon, vagy a Margot fesztiválon, vagy a tűzijátékon, vagy a gyermeknapon, és akkor majd személyesen is elmondhatom neki, hogy mekkora hatással volt rám, és ö, aláírhatja ezt a kötetet, mert ez biztos, hogy itt marad az én polcomon, biztos, hogy itt marad. Na jó, tudjátok, hogy én itt azért mindenféle stílusokat szoktam ajánlani, úgyhogy jöjjön a következő, ami egy verses kötet, egy kortárs magyar verses kötet az egyik kedvenc kortárs magyar től akit úgy hívnak, hogy Zétót Ignác, nagyon sokat beszéltem már róla, lehet, hogy nem neked, hanem másnak. Tehát Zétót Ignácról van szó, akinek végre megjelent az új kötete, alig vártam, az a kötet címe, hogy Gázpalack. És hát remegve vettem kézbe, mert Zétót Ignáctól én mindig nagyon sokat várok, és meg is kaptam. Az első, vagy a számomra a legerősebb verset, azt ki is másoltam magamnak, mert... Mert muszáj, hogy megosszam veletek. És egy picit figyelj oda most, hogy, hogy micsoda, mit micsoda mélységeket tudnak emberek költőként papírra vetni golyóstollal, vagy zsírkrétával. Tehát Zétó Tignác egy madár című versét most felolvasom ebből a Gázpalack című kötetből. Egy madár ült a faágon, már nem félt el a palánkon. Szólt a madár. Csip, csip. Nem jött válasz. Figy, Miért? Miért? Miért süt hát a nap? Nem tudok még egy olyan kortárs magyar költőt, meg halott magyar költőt sem, aki ilyen, ilyen elképesztő ebben a kettő vagy hét sorban ekkora mélységet meg tud fogalmazni, hogy valósággal látod ezt a madarat ott a faágon, és az ő drámáját, hogy, hogy már nem fért el, nem fért el a palánkon. És hogy tényleg miért süt a nap, ha ez a madárka nem fér el a palánkon? Ki van a palánkon, aki miatt egy ekkorka madárka nem fér el a palánkon? És ezért egy faágon kell ülnie, és ő, ő, csak azt mondja a bánatában, amit mindig szokott. Nem, nem ellenkezik, nem lázad. Csak annyit mond, hogy csip, csip. Hmm. életem. Zito Tignác és a Gázpalack című verses kötet. Nem, nem, tudok róla mást. És csak, ez csak egy vers, és van benne, azt hiszem 64 vagy 98, nem tudom. Tehát jó nézzétek meg a borítót és keressétek a legközelebbi könyvesboltban, vagy kínai vegyesáruboltban, mert megtalálod, mert mindenhol ott van, el kell olvasni, mindenkinek el kell olvasni Zétó Tignác Gázpalack című kötetét. No, van még, van még kettő könyvem mára, ha még, ha még bírod itt az elképesztő irodalmat. Az egyik, ez például egy, hát én viszonylag ritkán olvasok önéletrajzi köteteket, de, de erre nagyon kíváncsi voltam. Trapcsánszki Vivien Életem című önéletrajzi kötetéről van szó, jó vastag látod. Trapcsánszki Vivien, akit mindannyian ismerünk, VV ként ő az a kis hölgy, aki, aki két évvel ezelőtt beköltözött egy valóságsóba. A könyv első fele arról szól, hogy micsoda traumákon ment át ez a kislány, hogy egy castingon kellett neki részt vennie. Egy castingon, 19 évesen. Hogy össze kellett költöznie 12 másik fiatallal, és, és kamerák vették az ő hétköznapjaikat, azt, hogy esznek, azt, hogy alszanak, az, hogy ülnek egy asztalnál, vagy az udvaron dohányoznak, figyelj, ha, ha más nem már, ez annyira, annyira tudja az embert traumatizálni. 19 évesen most gondolj bele, hogy ment keresztül. Az, hogy őt elsőként kiszavazták ebből a valóságsóból, döbbenet. És ezt ő kendőzetlen őszinteséggel leírja. A tő mondatokban hogy hogy azóta is micsoda nehézsége számára, hogy az emberek megállítják az utcán, és szelfizni akarnak vele, és hogy parókában kell kivennie az utcára, és nem, nem mehet be egy könyvtárba. Vévé Vivi, ezért nem látod Vivit egy könyvtárban, mert számára egy könyvtárba belépni egy igazi trauma elő, és azt hiszem, hogy ez egy jó, jó kézikönyv lesz azok számára, akik, mint például én is, akik mindenképpen szeretnénk egy ilyen valóságsóban részt venni, hogy rögzítsék a kamerák azt, hogy ahogy tusolunk, vagy ahogy pogácsát majszolunk. Ebből a könyvből igazából föl lehet készülni, és feltűnnek benne természetesen azok a, azok a figurák is, akik az ő életében eddig részt vettek. V.V. Boldizsár. Ha ezt a nevet mondom, hogy V.V. Boldizsár, mindenkinek kinyílik a bicska a zsebében, tudom, hogy neked is. Hogy, hogy Boldizsárt vajon mi vezette el odáig, hogy kiszavazza Vivit ebből a villából. Egészen elképesztő. Na jó, tehát az Életem című önéletrajzi kötetről van szó, Trapcsánszki, Vivien könyve, mindenkinek ajánlom legyen ott a polcodon, hogy amikor, amikor igazán elkeseredsz, akkor beleolvass és lásd, hogy, hogy vannak, vannak társaid az életben. Az utolsó kötet egy kicsit lazább, hogy ne csak ilyen drámákról beszéljünk. Jonathan Green krimiéről van szó, ez egy vadi új krimi, az a címe, hogy a feleség a gyilkos. Egy amerikai Hát most már ő is egy bestseller szerzőnek minősül, hiszen ez a 42. krimie. A rajongók érte az összeset elolvastam mindenféle nyelven, ahogy a kezembe került. A norvég fordítás sokkal mindig van egy kis problémám, mert ott átnevezik a szereplőket. Szóval Jonathan Green, a feleség a gyilkos című regényéről, új krimiéről van szó, nehezen tudok úgy beszélni róla, hogy ne spoilerezzek. És így kriminél, azért ezt megszoktuk, hogy nem illik spoilerezni. Itt uh, itt egy házaspárról szól igazából ez a krimi. Paul és Méri a két főszereplő, és uh, nagyon boldogan élnek. Anélkül, hogy spoilereznék, annyit talán elárulhatok, hogy hamar kiderül, hogy Polnak van egy szeretője. Lucy. És, uh, és hát erre Méri nem jön rá, nagyon sokáig nem jön rá. Aztán valami történik. Valami történik. Lucy eltűnik. Sosem találjuk meg. És a kinyomozó nyomozó sem találja meg lucy -t. Viszont Paul Holt testét egyszer megtalálják az eperföldön, egy óriási eperrel betömték az ő száját, nem akarok spoilerezni, de hát ettől az epertől természetesen megfulladt. Hát te se tudnád el, én se tudnám elviselni, hogy egy hatalmas eperrel a számban kelljen az eperföldön feküdnöm. És, és hát annélkül, hogy spoilereznék, mert nem illik spoilerezni, ha természetesen kiderül, hogy a feleség a gyilkos, de ezt csak mi tudjuk meg, a kinyomozó, nyomozó nem jön rá, hogy, hogy a feleség, a gyilkos, ő mindenkire gyanakszik, az eltűnt lucy is gyanakszik. Arra is gyanakszik, hogy Paul öngyilkos lett egy hatalmas eperrel az eperföldön a szájában. Arra is gondol, hogy esetleg a varjak tették el őt lábalól. Mérire nem gyanakszik, Mérinek kő, kemény, nagyon masszív, nagyon stabil alibije van. Az Aldiban volt éppen akkor, és ott nagyon sokan látták. Azért méri egy jelenség, méri, méri mindenkinek feltűnik, ahogy a kis piros kosarával vonul a sajtpult előtt, és válogat. Nem mindegyik Amerikában, Amerikáról van szó, nem Magyarország, nem mindegyik sajtra van ráírva, hogy az laktózmentese, vagy nem laktózmentes, vagyis laktózos. Szóval ez, ez egy egészen euh, vérforraló, lebilincselően izgalmas, Ö, az elejétől a végéig fogvatartó, minden élő agysejtet igénybevevő vevő krimi. Jonathan Green kötetéről van tehát szó, aminek az a címe, hogy a feleség a gyilkos. És nagyon kíváncsi vagyok, és tök jó lenne, ha kommentben majd miután elolvastad, rájöttél-e, hogy ki a gyilkos? Vagy hogy te közben kire gyanakodtál? van benne egy ilyen mellékszál, amikor, amikor becsönget egy népszámláló, és az ember, embert azonnal elviszi, és azt hiszi, hogy a népszámláló a gyilkos. Nem spoiler ezek, de nem a népszámláló a gyilkos. Tehát a feleség a gyilkos John Green, Jonathan Green kötetét mindenkinek ajánlom, aki szeretne így az őszi téli napokra egy kis borzongást átélni, mert, mert lesz benne borzongás bőven. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm neked, speciálisan neked ott. Nagyon köszönöm, hogy, hogy itt voltál velem, hogy részese vagy ennek a 2000 feliratkozónak. Bízom benne, hogy ebből a hat csodálatos, csodálatos, fantasztikus kötetből legalább egy olyat találsz majd, ami, ami számodra is fölkerül a kedvencek polcára, amiről amire öt csillagot tudsz adni a moly.hu-n, mert ez is nagyon fontos amiről az Instagramon kiposztolhatod, hogy hashtag kedvenc könyvem, és, és tartsátok meg ezt a jó szokásatokat, és olvassatok, olvassatok csodálatos könyveket, mert olvasni jó. Köszönöm, hogy itt voltál ma is velem. Most kicsit el kell mennem meghatódni, mert nem bírom tovább könyvek nélkül. Szia!